Beöltözni kötelező, de nem azért, mert előírás, hanem mert mindenki részese akar lenni a Gotthard Jenő általános iskola farsangi mulatságának. Tavaly óta az intézmény egész naposra szervezi a rendezvényt, amelynek a közösségépítésen kívül az is célja, hogy a diákok megismerjék és felelevenítsék a farsanghoz tartozó hagyományokat. A tanulók mellett a tanárok is maskarát öltöttek, és a szülők is kivették a részüket a farsangból, például jelmez és süteménykészítéssel.